szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Order of Battle folytatása. Ouch! Az Alliance Defiant kampányunkkal. Lássuk, mire megyünk. Ezek szerint van egy tenger alatt járó. Annyira nem meglepő, csak nem örülünk. No, hát a kiegészítő erők azok pusztulnak rendesen. Nem túl oké, mert a franciák előbb-utóbb elfogynak, mert pedig ők igen-igen értékesek. Valószínűleg egyébként több erőt kellett volna éjszakra rakni, mint amennyit raktunk végül. Mert itt igazából nincs szükség ennyire. De hát ez már így alakult. Szökik! Szökik! És még egy egység, amiekkel meggyűlhet a baja a franciáknak. Ó, bölcsöltetett egy egység. Nem örülök. Milyen jó lett volna, ha ezt a foglalást elkerüljük, ugye? No mindegy, hol állunk egyébként? Háromból. Azt mondja, megvan. Hát, hogy akkor nem megyünk be. Helyes. Az a kettő az oké lesz. Na úgyse az enyém, úgyhogy akkor foglaljuk el, plusz akkor elvágtuk az útvonalat. Ezeknek nem teljesen, mert nem teljesen, de azért valamennyire zavarja őket. Jó. Bombázót megcakkozzuk reptér elfoglalva. Igazából akkor innentől kezdve az a repülő úgyis leesik előbb-utóbb. Nem baj, hogy a... Megtaláltuk. Ó! Oh. Hello! Hello felszínen lévő tenger alattjáró. Akkor ezt a nem túl erős gépet ki tudjuk rádobni. Jó,
hogy még nem kapjuk meg ott a reptér használati jogot, mert az majd egy-két kör, amíg elfoglaljuk ténylegesen. Ahogy van még egy fulmárunk. Mondjuk annak lassan tényleg itt az ideje, hogy leszálljon. Helyes. Erőd egy kicsit szakkoz. Nem egy nagy tétel, de valamennyit segít. No. Egyet öl. De cserébe öngyilkos lett, úgyhogy belefér. Négy. Au. Mindegy, nem az enyém. Továbbra is ez a tétel. Nem az enyém, akkor nem zavar. Azt mondjuk kihagytam volna. Itt van reptér, vagy csak jön hát a lapon? Egyet üt, kettőt kap, az remek hír. Az abszolút remek hír. No. Egy torpedózták. Még jó, hogy nem a veszélyes egység. Na, épp torpedózott, bár így is tudott ütni még egyet. Hogy itt ennyi van? Ouch! Annak nem örülök, hogy itt ennyiből futja a kört. Mennyivel jobb lett volna, hogyha kis falu elfoglalása előtt ezt úgy látom teljesítettük, és mi a jutalom érte? Ja, hogy a reptérért kapjuk, ezért 100 pöttyöt. Na, hiper. Hogy ez? Budj! Jó, ezt szálljon le! Ez meg azért tegye a dolgát. Na, majd az erőd megoldja. Úgy érzem. Lássuk itt, mit tudunk tenni. És akkor 5 megvan.
az hatodik, az nem tudom. Az lehet, hogy ez a csapatból kell megölnünk egyet. Vagy itt valahol van még egy. Nem tudom, majd kiderül. Igazából akár így át is válthatunk. Próbálkozik a reptér kitakarításával, de hát lássuk be, egyre reménytelenebb. Így látom, hogy távozott. Az meg egy jól sikerült öngyilkos akció. Helyes. Már amennyire. Oké, torpedózni fog, nem örülök neki, nem izgat. Főleg így. Azt hittem sebezni fog. De nem. Na, akkor először süllyesszük el a hipert. Budjan. Miért nem tud felszállni? Azt hiszem ez kornak számít, úgyhogy azért fizetünk. Na mindegy. Kissé meglep. Kissé meglep. Oké, azért ellátmányban elég rosszul állnak, helyes. Hát attól ki hova mennek. Annyira nem akarok velük küzdeni, csak azért, mert lehet. Támadjanak ők ki. Ha akarnak. Vagy majd megvárjuk, amíg a hajók tudnak egy kicsit segítkezni. Vagy a gyalogság fölér végre. Vagy valami. Lassan úgyis elfogynak a németek. A fene vigye el. És akkor kapnak elég ellátást abból az egy kis városból, ezek szerint indokolatlanul. Azzal nem értek egyet, hogy abból kapnak három ellátást vagy eleget. Azt egy kissé nevetségesnek érzem. De hát... Egy hipper minút.
Az nem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy bejöttem. Nem biztos, hogy lát. Persze cserébe. Az még benne van. Meg lehet. Ezzel a franciát egyáltalán nem sajnálom elpazarolni. Mint látható, ők nyugodtan meghalhatnak. Ők azért vannak. Ja, hát állj rá, és akkor nincs ötlet gond. Azt hiszem. Hát ez a hajó az nagyon útban van, de hát minden nem lehet meg. Mint látható. Egy hajó. Ágyú, de mondjuk a hajó is. Hamarosan lemegyünk érte. Látod, ezt nem kellett volna. Bár azt hiszem ők kezdeményezték, és akkor meg nem rajtam állt. Na mondjuk most egy kicsit legalább ellátmányon kívül vannak, amíg a új foglalásuk nem gyűlik föl. Annak nincs feladata. Az ágyú az mindjárt kiesik. Megtámadták a franciát, ez háromba került neki, helyes. Remek hír. Valaki nincs ott. És pontosan az, akinek nem kéne, az nincs ott.
Na mindegy. Egy elmaradt, de azért fogynak, úgy látom. Így úgy amúgy. Próbálkozik ez a hajó. Nem sok esélye van, de próbálkozik. Ez, hogy kilő még egy tankot. Hogy ne legyen olcsó. És ingyen. És minden. Amilyen. No, lássuk, kedves németek, mi a terv. Sok nem maradt belőletek, ez a norvég invázió úgy látom kudarra fulladt. Azzal megvan a hat pötty. Azt körbevettük. Csak a teljesség kedvéért. Sok úgy sem maradt belőle. Na, hát azt hiszem akkor ez volt a norvég akciónk. Tudom, hogy meg kell várnunk az összes kört, vagy amíg az összes egység elfogy, vagy egy... akkor ennyi volt. Á, nem, nevetséges módon feladjuk. Ezután a siker után. Nem, egyenre nem akarunk. Vannak specializációs pöttyöskéink. Kettő darab. Minden ötbe kerül, úgyhogy mintha nem lennének. Elég jó lenne a egy csillagos kezdő mind a háromból, csak az ugye összesen 15 pont. Meg a jobb gazdaság. Az még pár pöcs lenne. Hát az nem izgat. Több lőzemanyag az jó. Jobb tankok. Hát majd meglátjuk. Na, mi a következő? A brit expedíciós hadsereggel akciózunk. Legközelebb. Már ennyi.